ima megkempergős, jó kedvemben vagyok. A szemem is másképpen kisfiúsan ragyog. Te se zokog, kedves, lásd, átszövik a kint. Minden valóság nálik az a pálmaink. Ima megkempergős, jó kedvemben vagyok. Nem is másképpen kisfiúsan ragyog. Te se zokog, kedves, lásd, átszövik a ki. Minden valóságnál igazabb álmaink. A rock and roll életérzés és a magyar népzene összeolvadásának lehettek szem és fültanúi azok, akik kilátogattak az 5. Hajduk világtalálkozójának második napján Ferenczi György és az első Pesti Rackák koncertjére Hajdunánáson. Én nem tartom magam nagy embernek, de akkorácska csak vagyok, hogy oly parányok, aminő ön, levet kalappal szóljanak velem. Ön engemet gorombaságival elhalmozott, hogy két orcán pirult. Igen, pirultam, de nem magamért, pirultam a magyar sereg miatt, hogy annak egy így tábornokja van. Tábornok úr! Ferenczi György több évtizede már, hogy hazai és nemzetközi szinten is jól ismert a zenei világban. A Rackákkal pedig már közel 15 éve nyűgözik le a közönséget igazán különleges hangzásvilágukkal. Ez egy nagyon furcsa kis banda, mert ez egy rock'n'roll zenekar, ahol a szájharmonika kivételével egyetlen egy rock'n'roll hangszer sincs, illetve nem igaz, egy van, mert van egy Wurlitzer zongoránk a 60-as évek végéről, és azt használjuk. És gyakorlatilag ez olyan, mint az AC/DC, csak akusztikusban. És olyan, mint Jimi Hendrix, csak magyarban, olyan, mint bármi bármiben. Körülbelül ennyit tudok így elmondani róla. Meg kell ezt egyszer hallgatni. Türelem, te a birkács, a szamarak! A dicső erény, tégedet tanuljalak meg, mely a pokol fenekére. Türelem, te kicsépe, szalma, melyet a bárgyú világnak, telt kalászokként árulnak, kik magodból jól lakának. Te üres fazék, melyből a macska a tejből kiette, s az akácsné mozzáj tátva fejcsóválva áll mellette. Türelem, te a birkács, a szamarak, a dicső erénye, tégedet tanuljalak meg, mely a pokol fenekére. Türelem, te nem tudom mi, mind gyűlöllek, mind utállak. Ahol van kezdeted, ott vége van a boldogságnak. Ó, a föld boldog lehetne, hogyha rajta te nem volnás, még te rajta lész mindaddig, megmaradunk a nyomornál. Ferenczi György és az első Pesti Rackák zenéjében egyesül a magyar kultúra és a rock'n'roll forradalom szeretete, és ennek az egyedisége és lendülete hatja át koncertjeiket is, amiből mostanság is akad bőven a stúdió munkák mellett. Márciusban nyitottunk egy hónap Amerikával lemezfelvétel, ősszel jelenik meg az a lemez, amit fölvettünk, és közben végig turnézunk, úgyhogy tenyeré horda jó Isten minket, nem gizdáskodásban mondom ezt, hanem egyszerűen olyan csodálatos, olyan, mint a 90-es évek elején, mint amikor fiatal volt, ami teljesen olyan ilyen euforikus országjárás, buli-buli hátán, szeretik az emberek ezt a bolond beteg zenét, amit játszunk, és ennél jobbat nem tudok elmondani. A zenekar lemezein rendszeresen közreműködnek a legkiválóbb muzsikusok. Így történt ez a legutóbbi albumuk elkészítésénél is. Pál István Szalonna és bandájával csinálta két zenekar közösen egy lemezt. És úgy, hogy megírtuk rá rendesen a nótákat, és egy évig dolgoztunk rajta. Aztán Amerikából elhoztuk a hangmérnököt, aki Nashville-ben a lemezeinket szokta csinálni, és vele vettük fel a TomTom stúdióba, úgyhogy nagyon kíváncsi vagyok, milyen lesz a fogadtatása, mert nagyon bitang zene lett, úgyhogy minden összeadódik a két fajta erő. Egy a rock'n'rollnak ez a jó kis koszos mocskos ereje, meg a magyar népzenének az a gyönyörű, tiszta, hatalmas, ilyen, mint a Tisza, ami úgy olyan erős, mint a Tisza. Ez a két dolog, ez összeadódik, és ilyen hihetetlen vidám történet lett belőle. Ja, és még a Söndörgő együttest is elhívtuk egy blokkra, vele meg ilyen rázblokkot csináltunk velük, hát az is kegyetlen lett, úgyhogy ezek vannak, nagyon izgalmas. Ferenczi György és a Rackák már nem először jártak a Hajduk világtalálkozóján, és most is lenyűgözte őket a rendezvény hangulata, és persze a hajdunánási közönség fogadtatása. De huszár gyerek, szereti a táncot, az oldalán, de csörgeti a kardot. Ha csörgeti, ha csörgesse pengjen, sarkantyúja, a Kossuth Lajos verbunkja, a muzsikáltatója. Ha csörgeti, ha csörgesse pengjen, sarkantyúja,
díja, a Kossuth Lajos verbunkja, a muzsikát adója. Te szép a huszár felül a lovára, arany mente a hátára, de kard az oldalára. Virágcsokot a csákóján úgy megy a csatába, ne sír rózsám, megtérek még a szabad hazába. Virágcsokot a csákóján úgy megy a csatába, ne sír rózsám, megtérek még a szabad hazába. Csárdás kis kalapia, nemzeti színszallag lobog rajta, nemzeti színszallag lobog rajta, Kossuth Lajos neve ragyog rajta, de nemzeti színszallag lobog rajta, Kossuth Lajos neve ragyog rajta, de 1862-ben, de felment Garibaldi egy nagy hegyre, de onnan nézte szép Magyarországot, hogy harcolnak a magyar huszárok. De onnan nézte szép Magyarországot, hogy harcolnak a magyar huszárok. Nagyon szeretek ide járni, mert van is itt az egyik srác a bandából, a Bíziág, aminek idevalósi a felesége, úgyhogy van egy pár csibész haverunk itt, és ugye ismerjük itt az embereket, és merem állítani, hogy olyanok, mint a Pest Erzsébetiek. Tehát köszönöm szépen. Nagyon, nagyon magánytársaság van itt, de én ezt szeretem, olyan embereknek muzsikálni, akik jó vérük van. Jobban ezek értékelik ezt a fajta muzsikát, úgyhogy nagyon jó ide járni. Gondolkodj egy kicsit, hogy miért kezded el? A szupermarket polcról senki nem felel. Rendesen le vagy te akciózva, pedig te voltál az, aki nem ezért tolta. Nyugi-nyugi, baby, még nem veszettem minden, ami beszippantott, az már sehol sincsen. Amit nem vesznek meg, azt nem fogod eladni, inkább gyere vissza közénk, rock and roll tolni. Baby, gyere vissza közénk, gyere vissza közénk, rock and roll tolni. Gyere vissza közénk, rock and roll tolni. Gyere vissza közénk, rock and roll tolni. Gyere vissza, baby.